Régóta nem volt már egy kis szeregetős videó, úgyhogy most nem is csak ezért, hogy nem volt már régen, hanem a múltkori eset miatt is, miszerint ugye annak idején annó egy jó pár hónapja, közel most már 8 hónapja, csináltam egy 281 XP-t, és akkor egy másik fűrészszel kapcsolatban felhívott a mostani tulajdonosa, és ugye ráterelődött a szó a 281 XP-ről is, hogy amit DMT szettel lett szerelve a kertmotor támogatásával, illetve a kertmotor által, és mondta az úr, hogy teljesen meg van vele elégedve, rönkülésre használja, hát ilyen heti 3-4 alkalmaként, ilyen 6-8 órában sokszor, tehát azért kapja az ívet rendesen, nyilván ugye a lelke a rendes olaj, stb. Karbantartás, ugye mint ami minden másik másfajta fűrészsel kapcsolatban is ez kell, kötelező. És ugye ebből az apropóból is kifolyólag, illetve hogy a múltkor már megfordult nálam egy 660-as, szintén egy Big Borsettel szerelve azt tettem rendbe, illetve jön hozzám majd a héten egy másik, ami szintén ugyanezt a dolgot fogja kapni. Úgyhogy ebből az apropóból kifolyólag lesz most egy szintén másik stíl, mert mi más lenne. Például ő, hát ez egy 044-es, egész szép állapotú, egész jól egyben van a dolog. Nyilván itt is már keretmotoros után gyártott a Lansdeck név, ezt leszámítva minden eredeti benne. De, ugye ezt egy kicsit tovább gondolva, tehát az alap nyilván itt is ennél is a Big Borset, a kötelező dolgok, cseréje, stb. Azért megyeget, de kicsivel erősebb volna, az még jobb volna. Ha nem szar, de azért ráfér egy kis generál. Úgyhogy most ez lesz föltámasztva, idézőjelben föltámasztva, mert ez működik. Kicsit kicsinosítva, stb. Ugye Big Borset, kuplung, szimmering, stb. Membránsz, tehát ami kell egy ilyen általános karbantartáshoz, vagy kicsit több, mint általános. És kicsit tovább gondoltuk ezt a dolgot a kertmotorral, tehát azt még mondjuk most például nem árulom el, hogy még milyen design elem, illetve nem is csak design elem, hanem funkcionálisan lesz egy kicsit megbolondítva. Ugye most az is nagy divat, illetve hát rengeteg videóban, főleg külföldi videóban látszódik, hogy ilyen kiegészítő is van a gépen. Úgyhogy azt majd a legutolsó részben valószínűleg láthatjátok, hogy mégis mi kerül még ráépítésre, amit van túl bonyolult, nem, tehát nem is nehéz nagyon kitalálni, de mindegy, erről ennyit, a végén majd meglátjátok. Ezt egy kicsit félre kattintjuk, és akkor egy ilyen nagy darab csomagunk, én már bele fukkantottam, kicsit viseletes lesz a doboz, mire ide jött a postán, itt meghorgatított, de a lényeg, hogy ami benne van, az sértetlen, nem bízták a srácok a véletlenre, ki van vélelve rendesen, kitermelem belőle a mindenféle nylonokat. Van egy Big Borsettünk, még egy doboz, szerintem ebben kuplung lesz, kap egy nem kicsi röntgtámaszt. És ugye, ja igen, amit nem is mondtam még, hogy a másik vagy kicsit megfáradt a lentkerék, tehát egyetlen egy dolog maradt már csak a dobozban, de az maradjon a jövő rejtélye, addig átnézzük ezeket. És hogy ebből az eredeti lentkerékből egyetlen egy lapát hiányzik, és ezt ugye tudjuk, hogyha ezt így használja az ember. Két dolgot szoktak ilyenkor csinálni, vagy ami nem szép egyébként, funkcionált tekintve ellátja, így is, de nem az igazi, ez ilyen sófni tuning barkács megoldás, nem szeretem, tehát egy borda ki van törve a másikból, ugye vele szembe szokták még kitörni, hogy megmaradjon a súlyelosztás, és ne lépjen fel rezonancia, ami ugye szétveri a csapágyat, stb. Főtengely,
úgyhogy az cserébe szorul. A rövidtime az az improvizatív, tehát az valami jól mutat, meg hasznos is az embernek. Hogyha mondjuk rönköl vagy ilyesmit csinál, tehát a két oldali, a 44-esen csak egy oldali van. Kuplunk, teljesen új kuplunk harag cserélhető, betétkerekes, stb. Tűgörgővel. Ebben van egy csomó apró cusz, tehát vadonatúj gyertya, olajszűrő, membránszett, tömítés, szimering, benzincső, meg olajcső, meg ilyesmi vákumcső. Tehát ezek mind-mind cserések lesznek, majd ha már egyszer szép van, volt a gép, és akkor a DMP Bigbor szettünk, ami ugye már tudjuk, hogy van csomagolva, gyűrű, ebbe is tömítés, zégerek, kipufogó tömítés, tehát mind-mind-mind így egybe egy kibonthatatlan, atombiztos csavarhúzóval bontható dobozba. Illetve a hengerünk, a dugónk, csapszeg, tűgőrgő, dekószelep. Szerintem a dekószelepet azt most jelen esetben ki fogjuk hagyni, nem akarom kivágni a tetejét, és az így szép, ahogy van. Úgyhogy ezt hivatott majd kiküszöbölni ez a kis dugó. Ugye gyönyörű szép a belső, illetve egy molibdén szulfidos dugattyunk lesz még, ami bekerül. Így, ha jól emlékszem, akkor lesz 76,7 köbcenti, az amúgy 71,7. Tehát egy 6 köbcentivel lóerőben, nem tudom, hogy mennyit jelent, de majd az okosok, akik inkább használják, az ezt megmondják. Úgyhogy ennyi. Nem sokára indul a projekt. Köszönöm a Kertmotornak ismét. Sziasztok!